Sziasztok! Most van még egyből a kis vékonyka bébi karajból egy kevés itthon, úgyhogy megmutatom nektek, hogy pontosabban elmondom, mert az egyik alapanyagot már nem lehet hozzá kapni, legalábbis én nem találok sehol, hogy a Holstein szeretet nekem annó, hogy tanították. Hát úgy kezdem, ugye, hogy fölvágom a karajt, és szépen kikloffolom, és lesózom, jó? Ezt most így előkészítem. Most fölhevítettem egy serpenyőt, teszek bele egy kis olívaolajat, és a lesózott húst lisztbe forgatom, és szépen sütök belőle natúr szeleteket. Mert ugye, ha lisztezzük, az a natúr buntázási mód, egyébként úgy mondjuk, hogy roston sütjük a húst. Köszönöm szépen mind a két oldalán körbe sütöm a hús szeleteket. Nézzétek meg, még meg se fordítottam, de szinte már az egyik oldaláról átsült, úgyhogy átfordítom, és még egy fél percet sütöm, és jó is. Nem kell ezt se kiszárítani, jó? Tehát attól lesz csomószor rágos a hús, hogy túl sokáig sütitek. Ezt most még egy fél percet sütöm, és veszem is ki, és az összeset ugye megsütöm a lisztezve. Most amikor megsültek a húsok, akkor kiveszem az utolsó húst is. Látjátok, a serpenyő az nincs szétégve benne a liszt, akkor erről a zsiradékra most egy pici lisztet rászórok. Nem rántást csinálok, csak nem akarok, hogy összeálljon, és húslevessel felöntöm, vagy alaplével, ha van. A lényeg, hogy csinálok egy ilyen kis mártás alapot, elkezdem kiforralni, amibe teszek egy gerezd fokhagymát, és a lényeg, hogy én úgy tanultam a Holsteint, hogy egy ilyen ringlit kell, ugye tükörtojást, vagy pontosabban tálon sült tojást teszünk a tetejére, és egy ilyen ringli gyűrűt kell a tojás sárgájára tenni. Az ugye ilyen füstölt sprotni, össze van tekerve ilyen karikába, és egy kapribogyó, csak egy nagyobb méretű kapribogyó van benne, és úgy készítik el a konzervet, de elmondom nektek, hogy sehol nem kapok. Tehát már régóta meg akartam ezt a Holstein témát mutatni, csak most épp a családnak csinálom ugye az ebédet, és azért akkor megcsinálom anélkül. Tettem egy pici borsot is bele, és picit ugye a fokhagymának, hogy az erős ízek kijöjjön, azt elfőzöm. És tárkony, tehát egy tárkonyos pecsenye levet csinálunk a sült szavból, nem kell sok egy ilyen, nem tudom, egy mokkás kanálnyi tárkonylevél. És akkor mivel a tetejére nem tudok tenni ilyen ringlit, akkor így egy ilyen teás kanálnyi kapribogyót beleteszek a mártásba. Egy nagyon picit megvágom, hogy jobban kijöjjön az íze. És tulajdonképpen akkor a tette, és akkor most lehetne, hogy akkor vehettem volna a sima füstölt sprotnit, és azt mondjuk rá lehetne tenni, de most így ez a mártás ugye akkor így lesz ízesítve. Egy nagyon picit még főzöm, beforralom, és utána vissza fogom tenni bele ezeket a hússzeleteket, meg a húslevet is, ami kijön. Fölrottyantom, és tulajdonképpen már csak a tálon sült tojást kell rá megsütni. Na és amikor már kezd ilyen majdnem mártás sűrűségű lenne a pecsenyelé, akkor szépen bele kell tenni a hússzeleteket. Kicsit összemehet bele ugye a leve is, ami ki jött. Összerottyantom, és kész is. Nem kell ezt se hosszú percekig párolni, csak tulajdonképpen átforrósítom a
szafttal egy kicsit, és egyet rottyam, és kész is. Jó, ennyi tulajdonképpen az alapnak a elkészítése. És hát a tálon sült tojást azt meg én megszoktam előtte már melegíteni egy picit. Nem tűzforró a serpenyő, de nem hideg serpenyőbe teszem, és akkor csak így simán ráütöm. Mert így akkor nem folyik annyira szét a fehérje, hogyha picit már melegebb a serpenyő. És akkor sütök most kettő tojást, mert a lányok nem kértek rá, de én meg a párom úgy esszük, és akkor tárolom is az ételt. És ugye kiraktam a húst, a kis mártásból is locsoltam a húsra, és akkor még annyi, hogy egy nagyon-nagyon picit ilyenkor a sárgáját meg szoktam sózni, meg még egy lehelletnyi borsot teszek rá, és ilyenkor kéne az eredeti recept szerint rátenni ezt a ringlit, tehát ezt a füstölt sprotnit a kaprivogyóval, de hát mondom, én most égen földön nem kapok. Úgyhogy ilyenkor csak már, de annyira jó puha így ez, hogyha ezt a naturbundázást használjátok a hús. Na jó. Figyeljetek, ha így fogjátok a holsteinszeletet elkészíteni, és a páratok elé tenni, biztos, hogy imába fogja neveteket foglalni, sokkal-sokkal finomabb, szaftosabb, puhább a húst, mint ha simán egy rostonhúst kiszárítotok, és rátesztek egy tükörtojást. Úgyhogy szerintem így készítsétek, ha nem hallgattok. Jó étvágyat kívánok hozzá, jó főzést, könnyű kajákat, sziasztok!